Na, sziasztok srácok, én vagyok, itt lennek a következő videóval. Cím nem clickbait, láthatjátok mindjárt a képernyőn is, hogy ugye bannoltak twitch Augusztus 14-én ilyen este 7-8 óra fele chat alternatívát streameltem, okos létemre Twitch-en. Páram mondták már, hogy amúgy a Twitch nem nagyon kedveli a chat alternatívát és hogy figyeljek oda, mert bannolva leszek, hogy van a -e. meg. Tudjátok, leszartam, meg ilyenek. Hát meg is lett a következménye, augusztus 14-én este bannoltak. Arra lettem figyelmes, hogy itt a baloldali monitoromon, ugye ott fut az OBS, itt a jobboldali monitorom pedig a chat. És a baloldali monitoromon, a jobb alsó sarokban az OBS-ben ott van a bitráta, hogy milyen mennyiségben megy a stream, ugyebár és nekem az pirosba beesett, és mondom, na már megint elment az internetem, vagy mi történt itt? Hát nem elment az internetem, hanem ugye a kulcsot, amivel én streameltem, azt megszüntették, és puff, puff, utána mondom, a chat az még ment, most néztem is, hogy mi van, meg minden, nyomtam az f a chatre, de hát nem töltött be. És utána kidobott az akuntom is. Mondom, na de jó, föltölték a Twitch fiókomat, vagy mi volt? Hát nem. Kilettem bannolva a Twitchről, és rögtön írtam embereknek, hogy most ez mi, hogy miért, meg ilyenek, és e-mailt csak kaptam amúgy a Twitch-től, hogy ki lettem volna bannolva, és sokan írták, hogy pár ilyen nagyobb streamel is próbálkozott ezzel a chat alternatív streamelésre, és ők is bannolva lettek, de csak egy napra. Hát lekopogom, szerencséjén is csak egy napra lettem kitéve, ugye itt láthatjátok, hogy augusztus 14-én lettem bannolva, és itt a följebb tekerek. Akkor uh, augusztus 15-én uh, ide van írva, hogy egy nap, 38 perc és uh, 45 másodperc, és umban voltak ugye már. Szóval ennek örülök, remélem ti is örültök, srácok, és uh, remélem, hogy ezentúl is fogtok követni a Twitchen, illetve a YouTube-on is. Szóval, aki esetleg még nem tette volna meg, nyugodtan kövessen be Twitchen és ott uh, pörögnek a streamek. Gondolkoztam azon, hogy ezt a chat alternatív streamet is YouTube-ra, mert sokan streamelnek úgy, hogy Twitchen is, és YouTube-on is, de úgy, hogy már pipás emberek, ugyebár. Uh, és nem, 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 nagyon vettem észre azt, hogy elvesztődött volna, vagy elveszték volna a pipát a twitchesek, a twitch-es de majd kiderül ezt a chat alternatívot, meg így nem azt mondom, hogy megbántam, mert tök jól pörget, pörök, pörögtek a streamek, meg tök jól ment az egész este, néztetek is, tökre jót nevetgettünk az embereken, hogy milyen emberek vannak fenn. Lehet, hogy áthozom Youtube-ra, mert a Youtube-on még nem szóltak ezért, mert régebben, aki nem tudna, én Youtube-on kezdtem ugye a streamelgetést, és ott is nyomtam a uh, chat alternatív live-okat, és azért nem szóltak. De hát majd, me majd meglátjuk srácok, mit hoz a jövő. Ennyit szerettem nektek volna mondani, szóval uh, ismét Twitch-en megtalálhattok, szerencsére csak egy napra lettem bannolva, de ottan, mostantól tényleg odafigyelek, chat alternatív stream nem lesz Twitch-en, hanem csak például GTA, Fortnite, meg ilyenek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, is és ti is tanultok ebből, hogyha esetleg ilyeneket szeretnétek streamelni Twitch-en. Kicsit tényleg gondoljatok bele, gondoljatok bele, hogy mit szeretnétek uh, mutatni a embereknek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!